Sziasztok, ez a Parti Arcok Horgász Podcast 26. adásának második része. Az előző adásunk vendége Bokor Károly volt, aki mesélt nekünk süllőkről, harcsákról, az Ebróról, a Rapalával való együttműködéséről, illetve a kormoránokról, és hát természetesen ma is vele folytatjuk. Ebben a részben beszélgetni fogunk a Dráváról, egy nagyon különleges csónakos túráról egészen a Fekete-tengerig, illetve mesélni fog nekünk Kanadáról, és még sok minden másról. Ha az előző adást esetleg még nem hallottad, akkor azt mindenképp hallgasd meg a mai előtt, de akkor most gyorsan ejtsünk néhány szót a fontos közleményekről. Ne felejts el feliratkozni, ne felejts el lájkolni, illetve ne felejts el értékelni minket, illetve fontos, hogy ez a podcast nem jöhetett volna létre, hogyha nincs a Fishinda, úgyhogy ha szeretnél támogatni minket, akkor töltsd le az applikációt, töltsd fel a fogásaidat, hozd meg barátaiddal, és használd a Fishinda Marketplace-t, ahol több kereskedő kínálatát is megtalálod, és egyszerre tudsz tőlük vásárolni. És akkor kezdjünk! Parti Arcok Podcast. Minden, ami a parton történik, azokkal, akikre a vízparton túl is kíváncsiak vagyunk. Egyébként, ha már víz, meg befagyás, meg vízszint, ez is kapcsolódik, olvastam most, hogy a Drávával vannak problémák, és azt gondoltam, hogy lehet, hogy te többet tudsz erről a témáról, hogy nagyon alacsony állítólag a Drávának a vízszintje, de hogy olyannyira, hogy valamelyik felüljáró vagy vasúti hídnál már szinte át lehet sétálni a Dráván. Nem tudom, tudsz erről? Az alacsony vízszintjéről mindenképpen, és bármilyen furcsa, de alapvetően az éghajlatra is vezethető ez vissza szintén, mert akkor rögtön mondom, hogy nem is szívesen említve, hogy Velencei tó, vagy egyéb alacsony vízű tavaink Baranyába, csodálatosan szép tavunk a Herman Ottótó a Mecsekbe, soha nem látott mértékű halpusztulás elsősorban abból adódott, hogy soha nem látott mértékű alacsony vize volt, de olyan száraz évek vannak csapadék tekintetében, vagy megbízhatatlan, ebbe főleg a tél is benne van, hogy a tavasz már alacsony vízzel várjuk, sajnos, és egyszerűen nincsenek olyan folyamatos feltöltődései, elapadnak szinte a víznyerők, száraz volt a befolyóárok, ahol azelőtt domolykókat fogtam ebbe a vízrendszerbe, Pécsi tó és ez a bizonyos Herman Ottó, és bizony az alacsony vízen sokkal hamarabb jön a felmelegedés, mértéke pedig olyan, hogy már nem lepődünk meg a 40 fok közeli hőmérsékletekről, és az alacsony vízoszlop magasság ugye gyorsabban melegszik át, 30 fokot közelíti meg a vízhőmérséklet, az oxigén hiány szinte kézenfekvő, hogy következik, és a halpusztulás is akár, de a Drávára visszatérve, igen, alacsony a Dráva, mert az itt-ott megkapott vízpótlásai is szinte apadoznak, vagy elapadoznak, és adott esetben biztos ebbe belenyúl az energianyerések miatt is az egyéb művek, és hát sajnos azzal jön, hogy tényleg néha azért kirándulunk le a Drávapartra, hogy olyan zátonyokat, meg olyan száraz területeket látunk, amit előtte évtizedekig nem. Most látszanak a jó harcsatartó helyek, csak már nincsen rajta víz sajnos. Hát igen, és hogy horgáztunk egy picit, a Dráva pedig rendkívül jó vadregényes víz, mert ott még nagyon sokáig ugye a közös határ, úgy értem, hogy a két oldala határ volt a folyónak, őrizte a természetességét, a vadságát, mint ahogy sok olyan folyó van még, illetve természetes vizek, amelyek ha őrizni tudják az eredeti állapotukat, nem nyúlunk bele, akkor azért megtermelik, illetve otthon nyújtanak azoknak az életközösségeknek, amelyekbe a háborítatlan szép nagy halak is tartozhatnak, mert a Dráván például ezek a mély mosott kanyarok, amelyeket sajnos azért a Dunán egyéb okok miatt, amit elvileg ugye megértünk, hajózás, vízelvezetés, árvízlevezetés, úgy értem, és egyebek, sajnos szinte számtalanszor végcsónakáztam a Magyar Dunát határtól a határig, hát láthatom, hogy szinte kövek közé van szorítva az egész folyó, le van szabályozva, ennél fogva egyre kevesebb tere van bedöntögetni a fákat, a minél jobb élettér a halaknak nem kellett. Bizony akadó erdők voltak még ezelőtt évtizedekkel itt ezen a alsó-dunai területeken, ahol én minden nap horgászom. Fáról fára lehetett szinte keresni a halakat, de ezek a partok, ezek mind-mind bekövezve vannak, és igen nagy területeken csatornaszerűvé válik a folyó, nem csak nálunk Magyarországon, sok helyütt. Most nagyon komoly élőhely fejlesztések kellenek ahhoz,
ilyen revitalizációs törekvések, hogy még mindig a halaknak a reprodukációs helyet, illetve egyáltalán a jó életteret biztosítani tudjuk. Hál' Isten, most már van ezzel törődés, de egy kicsit visszaállítani kell ezeket a dolgokat. Igen. Azt olvastam, hogy az RSD-n már van terv, ha jól tudom, itt az északi, a kvassai zsilip utáni részen egy ilyen revitalizációs, illetve ilyen visszaállítós terv. Aztán gondolom majd haladnak tovább ezzel, mert hogy azért ezek olyan életterek, amiket nem szabad elveszíteni csak a gazdasági érdekek miatt, én azt gondolom. Hát egyébként meg ez nagyon, nagyon, nagyon régre visszanyúlik. Tehát itt a folyószabályozások már mennyi életteret vettek el, érdemes megnézni, és mennyiben változott itt akár holtágaknak a vize. Most még megnézzünk egy szarvas környékét, ahol ott a holtágakon igazából ez egy pici semmilyen vizek szinte, folyamatosan túl van horgászva, nyilván, mert akik ott élnek, nyaraló rátelepedett, ami egyébként tök jó, meg tényleg ez szépen szeretünk, mi is járunk oda, de van ez, és igen, be kell szerintem azt látni, hogy viszont ha van még olyan életterünk, amihez nem nyújtunk hozzá, vagy nem annyira, ahhoz nem is kéne. Igen. Tehát most eddig most már jöjjünk rá arra, hogy amit tönkre lett téve, akkor azt vagy próbáljuk meg visszafordítani, ha visszatudjuk, én abban azt gondolom egyébként, hogy ott érdemes azt is úgy átgondolni, hogy nem négyszer annyi energiát rátenni, mint amennyi reális lenne mondjuk. Igen. De, és vagy azt az energiát tényleg tegyük bele abba, hogy őrizzük meg azt, ami van. Nyilván azzal már nem tudom, mennyit lehet majd csinálni, hogyha a drávának nem lesz vize, mert én az már ez egy óriási probléma. Igen, mióta elkezdtem horgászni, dráva az így a fejemben van, nekem Budapestről messze van, és ismeretlen, viszont pont ez a vadregényesség, amit mondtál, az vonzott benne mindig, és nagyon megijedtem, hogy lehet, hogy nem lesz alkalmam ott horgászni, remélem, hogy nem így lesz. Annál is inkább remélem, hogy lesz alkalmad, mert tudom, említett, hogy szereted a pergetést. Most gondoljátok el, talán egy... Hát jó néhány alkalommal, de ebben az évben is voltam úgy a dráván pergetni, ennél izgalmasabb pergetést, bár minden műfaja jó, mint a csorgós csónakkal. Uh-huh. És ahhoz elég sok esetben egy egész kicsi vízi jármű is, aki egy picit rutinosan nevezget, kajakból, kenuból, gumicsónakból, még picit nagyobb csónakkal, de egy átlagos 5 méteres csónakkal csorogva, jöttünk le, hát úgy mondom, hogy folytunk együtt a vízzel ilyen 5-8 kilométereket, annyi időn belül szinte garantált a 1,5-2 kilós domolykók fogása, de az adott vízállásnál, ugye amikor a parti bokrok, vagy az a kicsit mosottabb partok vízbe vannak, akkor könnyű is megtalálni őket, néha meglepetést okoz a felkelő harcsa, vagy az épp arra rohangáló balin, de ha igazi vadregényes vizet még, a drávának nagyon sok része ilyen, horgászni mondjuk a rába is hasonló, mert oda is elcsavargunk ezekkel a módszerekkel, az még nehezebb talán a mi drávánknál. Oda kell figyelni, amikor oda szorítja az embert a víznek a sodra, a partról beálló fák alá vagy mellé, mert baleset veszélyes is lehet, viszont csodálatos a centiméter pontos dobásokkal, finom szerelékkel érezni a halat, hogy ott lapul a lehajló bokrok alatt a parti helyeken, és valóban ott van, és egy gyönyörű hörpöléssel megtámadja az apró műcsalit, hát szóval ez nagyon szép. Említettem a Dunát az előbb, és tényleg úgy gondolom, hogy annyi élményt adott, hogy azt is megemlíteném, hogy nem csak a magyar szakaszon egy hét alatt, 10 nap alatt csorogtam, jöttem én már végig csónakkal, épp a megismerés vágya miatt is, meg hát vízen lenni mindenhogyan jó, de olyan is volt, hogy négyen, a négy kicsi saját csónakunkkal integettünk egy nyári reggel a családnak a Mohácsi Dunaparton, és a Fekete-tengerig meg sem álltunk. Azt a minden. 13 nap alatt, amit én egyedül akartam megtenni, de télen, mikor készültem az útra, meghallották a szintén csónakos mohácsi horgászbarátaim, na hát olyan nincs, hogy mi ebből kimaradjunk, és akkor addig, de talán jobb is, hogy így lett, mert komoly nehézségek támadtak volna vélem, ha egyedül megyek el, hiszen ott azért az üzemanyag beszerzések, csónakot egyedül hagyni a parton, stb. Meg lett volna, de valami gyönyörű volt a földrajzi, meg történelmi helyek előtt végig menni 2 hét alatt le a Fekete-tengerig. Annyi könnyebbségünk volt, hogy egyik barátunkhoz, mert oda le a Duna-deltába is rengeteget jártunk, a torkolattól, a nullától, tehát ahol a Fekete-tengerrel találkozik a mi gyönyörű Dunánk, attól
kilométerbe, egy 40 kilométerre ott volt a hétvégi háza, Gorgolva faluba a vízparton, és miután ő hozzáig leértünk, illetve a Fekete-tengerig, belemotoroztunk szó szerint a tengerbe, ezzel a mi kicsi, meg szeretném jegyezni, hogy 7,5 lóerős, tehát teljesen átlagos kis motorokkal, 10 lóerős volt a nagyja, 5 méteres csónakjainkkal annyi, hogy bepakoltunk, amit mindent úgy gondoltunk, hogy kell, nyilván annyi üzemanyagot vinni nem tudtunk, de ezt útközben feltankoltuk, és hát nagyon nagy élmény volt akár a Kazánszoroson végig menni, és gyűjtöttük az élményeket, de hát azért említem, mert nem mindennapos, olyannyira, hogy itt, mikor Bezdánba megálltunk, a okmányaink kezelése véget, ahogy elhagytuk Magyarországot, magyar hajósok voltak ott kikötve, hát mi hova megyünk, kérdezték, mikor látták a kis nemzeti színű zászlókat a hajó csónakjainkon lobogni, hát mi megyünk a tengerbe, mi csoda, itt forduljunk vissza, mert akkor nem lesz olyan rossz, mert ha, és akkor mondták, ami egyébként megdöbbentő élmény volt valóban, elértük a, hát csak nem balatonnyi szélességű duzzasztott területet, folyása szinte semmi nem volt a Dunának, viszont megkaptuk azt, amit ők tippeltek, hogyha jön a Kosova nevű alsó szél, ami végigfújja ezt a hatalmas vízterületet, no akkor ott térdre imához, mert olyan hullámzás tud lenni, ahogy ők mondták, hogy régen a vontáknak, mikor a vontatóhajók mögött voltak drótkötélen az uszályok, azokat bizony szaggatta el, amikor azt olyan ritmusba dobálta a hajókat. Hát dobált minket is, de úgy, hogy olyan élmény volt tényleg, hogy ja Istenem, csak egyszer fogjunk sima vízen partot, kikötni nem lehetett, mert egyszerűen ránk szakadt. Hát gondoljátok el, bent ennek a hatalmas és gyönyörű tiszta víznek a közepén ugráltuk a fejeseket, úgy értem, hogy fürödtünk, csónakunkon ilyen bordázat, amire éjszakára ponyvát húztuk, mert abba aludtunk. Ja, hogy nem álltatok meg aludni? Úgy álltunk meg, hogy... Szállásokra nem mentetek. Én azt hittem, hogy mindig megvolt, hogy hol szálltok. Először gondolták a fiúk, hogy majd parton, sátorba, aztán rájöttünk, hogy mindenünk a csónakban van, azt azért nem hagyjuk. Így mindenki kaibát eszkábált a csónakjára, és komolyabbat, vagy kicsit komolytalanabbat, de mert olyan is volt, aki vízágyon aludt, akkor azt is elmondom, hogy már második éjszaka, hát hallottuk, hogy valami nem stimmel, ugye egymás mellett voltak a csónakok orra a part fele kihúzva, és hát hallottuk, hogy nagyon motoszkál a mi barátunk, szegecselt alumínium csónakja volt, és mint kiderült, ugye a egész napos folyamatos gáz, ahogy rázta kicsit a csónakját, régi volt a csónak, hát ilyen 4 mm-es szegecsből 2-3 kihullott, és képzeljétek el, a 10 centi vastag laticel, ugye elkezdett jönni be a víz, szépen szívta föl a vizet, ő meg nem tudta, hogy mi van, mert esett egyébként az eső, azt hitte, hogy talán fölülről jön, de amikor már csak nem félig volt hajnalra a csónak, akkor bizony el kellett kezdeni emelni, de hát amiért említem, ezekben kaibákba aludtunk, és hát csodálatos volt, mert a saját erőnkre voltunk minden tekintetbe utalva, visszatérve arra a nagy szélre, ott, ahol fürödtünk, le voltak ugye húzva a ponyvák, fel voltak teregetve ruháink, száradás, mert ugye magunknak mostuk azt a pár darabot, és olyan, egyszer csak így nézek előre balatoni rutintól, mondom, gyerekek, miért olyan más színű tőlünk egy kilométerre, nézzétek, sötétkék a víz, vagy milyen? Hajaj, ez mondom, pedig úgy néz ki, mintha valami hullám közeledne, hullámok, és bizony az volt, hogy amire gyakorlatilag összekaptuk volna magunkat, jó néhány ruhadarabot úgy vitt el a szél, mert olyan pillanatok alatt tört ránk, egyet tudtunk tenni, pillanatok alatt összekaptuk azt, amit ne vigye el a továbbiakba a szél, és egyik kezünk a karon, ugye, hogy vezettük a motorokat, és a másikkal a szemünkből töröltük ki a vizet, mert úgy, olyan hullámok voltak, hogy úgy vágtuk szét a csónak orrával, hogy csak fröcsölt, néha merni kellett, néha a szemünkből törölgettük, és partra menés a szóba sem jöhetett, mert úgy dobáltak a hullámok, hogy azonnal beterítettek volna bennünket. Hát a horgászat kapcsán, aztán kutyogattunk kicsit útközben, meg horgásztunk. Részem, ott vagy nem, már ott megúsztuk azzal, hogy egy olyan 5 kilométerre 8-al lejjebb, és a kis motorokkal azért téllel szembe az elég komoly teljesítés volt, de hát jöttek utána is még komolyabb nehézségek is, de minden persze, hál' Isten egészséggel, meg nagy kalandokat. És akkor a vaskapunál lezsilipeltetek? Igen, az is csodálatos volt, mert ott... néztek, gondolom, hogy hát, ezek. Akkor azt is hitelesen elmesélem, óriási kaland volt, kikötöttünk egy
50 kilométerre följebb, mert muszáj volt, és hát ott ilyen kurblis hasukon, kurblis telefonokkal, mert összebarátkoztunk, itt tettem egy idézőjelet az ottani hát parti határőrökkel gyakorlatilag, és mindent mondtunk, amit kicsit angolul, kicsit szerbül az egyik barátunknak anyanyelve volt, meg minden nyelven, de hát megoldotta a nyelveket nagyon a mi viszkink, ami roppantul tetszett neki. De az volt a lényeg, hogy megpörgette a kurblit, és azt mondta, hogy hú, majd most nem sokára négy nagy magyar nacsalnyik fog érkezni hajóval a barátoknak oda a vaskapura. Ezeket el kell engedni. Tudnélik, olyan alacsony vízállás volt, hogy a nagyobb hajókat nem volt forgalom az átonyos területek miatt, szinte nulla, megfogták azok a napok. És nekünk csak úgy szabadott volna zsilipelni egyébként, vagy úgy gazdaságos, hogy a nagy hajó mellé beállunk. De mikor odaértünk, tudták, hogy nekünk igazi viszkink van, hát ez ugye régen volt, akkor már vártak bennünket a telefon után, és hát ott is a viszki megoldotta a nyelveket is, meg a zsilipeket is, illetve hát nem csak az, de a lényeg az, hogy a fantasztikus volt, mint négy pici kis dióhéj tényleg egy nagy medencébe. Olyan csöppök voltunk, és amikor elkezdett ereszkedni az a hatalmas, mert nagyon pici vízállás miatt különösen nagyot eresztették a zsilipet, csak néztünk, amikor 5 métert süllyedtek a csónakok, már fényképezgettünk össze-vissza, aztán a végén olyan érzés volt, mintha egy 10 emeletes épület tetejére néznél vissza, de valóban nem tudom a pontos méreteket, de talán 20 méter vagy 20 méter magasan volt tőlünk a leintegető kezelő személyzet. És akkor nagy nyikorogva kinyíltak ezek a hidraulikus kapuk, és miénk lett az alsó világ, és csak a 4 kis csónak volt bent akkor a zsilikben, igen. Hatalmas élmény lehetett amúgy így végigmenni, ez nagyon igen, nagyon... Igen, igen. Hát... És a határátlépés az hogy működött akkoriban? Meg most tudom elképzelni, de hogy... Hogy vízen, hogy van ez? Jön valaki, megkérdezi, ami, meg egy sorompó. Hát gondoljátok el, különösen végig a romániai oldalon mentünk, de nem volt olyan táborverésünk, ami vízen zajlott, ahol vagy lóháton nem jöttek ki úgymond határőrök, olyan is volt, hogy odaintettek magukhoz, kötelesek voltunk oda menni, hova megyünk, tengerre. Hát csak néztek, de látták ugye a zászlókat, vagy pedig motorcsónakkal, vagy minden tekintetben, szinte minden alkalommal megnéztek bennünket itt Szerbiánál lefelé. Bulgária oldalán nem kötöttünk ki, mert akkor arra is külön engedély kellett volna, de hát csodálatos volt a viharokkal, meg mindennel együtt, mert volt olyan éjszakai vihar is, hogy az egyik barátunk pont a lukadós csónakosat, az éjszakai hatalmas szél, mert olyan hevenyészve horgonyzott be mellénk, csak egy horgonnyal, szó szerint úgy kitette a partba, a homokra, a hullámzás meg a szél, hogy a motorjának a vízalsója, a csigája, az a homokba volt fúródva reggel. És akkor még egy utolsó aranyos sztori innen, átmentünk a zsilipeken, és ugye nem is gondoltuk azt, hogy micsoda óriási szintkülönbségeket tudnak a zárásokkal csinálni. Hát nagy boldogan, hogy túljutottunk ezen is, teljesítjük a 2 hét alatt, majd leérünk, és a Duna jobb oldalán, egy olyan alacsonyabb területen, de vízbiztos területen kihúzták a fiúk a csónakokat a partra, ilyen olyan zátonyos volt, hogy oda nem jöhet senki, biztonság van, én pedig egy fára kötöttem tőlük 5 méterre a csónakot, hogy ringatózva elalszom benne. Képzeljétek el, én hajnalban arra ébredek, hogy olyan nagyon furcsa szögbe áll a csónakon, mintha egy óriás így megborította volna, ilyen 45 fokos szögbe. Hát mondom, hogyan csúszkál itt a laticelem. Próbálok kinézni a ponyvám alól, látom, hogy fönn vagyok akadva a fán, pedig teljesen lehetetlen volt, de kinézek a fiúkra, tőlem 10 méterre se voltak, teljes puskapor szárazon állnak a csónakok, és jó ízűen alszanak benne. Na, nem ragozom, akkor a víz elment az éjszaka, ahogy megfogták a vizet, hogy olyan 15 méter hosszan ki kellett mindent pakolni a telepakolt csónakokból, motorokat levenni, és úgy kellett mindent visszavinni, de várjatok a rutintalanságunk. Mikor minden összeállt, közben elkezdtük látni, ahogy ott hurcolkodtunk, hogy a víz megjön. 1-1,5 óra alatt visszakaptuk a teljes vizet, de akkor már menetkészen térdig álltunk a csónakok mellett, úgyhogy fizikai munka is kijutott bőven. Szép. Igen, igen, és mindez pont 20 évvel, 21 évvel ezelőtt történt. 2001 akkor. Így van, egy gyönyörű szép túra volt. Egyébként a Duna-delta, mert ugye addig tartott az út, vagyis hát a tengerig, de hát elmondani nem tudnám, több tucatszor voltunk ott valamennyien, jó magam is,
És hát nem csak azért, mert akkor barátunk is beleszeretve az akkori Duna Deltába vett ott egy ingatlant, hanem számtalan székely barátunknak is voltak ott kisebb-nagyobb nyaralócskái, ilyen horgásztanyák, és hát nagyon sokakkal hosszú időket töltöttünk ott, meg az akkori Duna Delta, amit én a 90-es évek legelejétől számítok, az még ezeknek a mai korhatásainak még nagyon ellenállt. Aztán a következő 10-20 évben igen-igen elszivilizálódott. Most már csak másik ágakon a Szulinát bekövezték teljesen végig a hajózás miatt, de döbbenetes mérnöki munkával, olyan, mintha egy asztalt látna az ember a tervezés közben, olyan szabályosan végig, utolsó méterig, az a több 10 kilométer. De van még olyan hely, ahova érdemes ott elmenni? Igen, a Kilia ágon is tavaly előtt, hát a mostani 2000-ben, amíg utazni lehetett korlátok nélkül, akkor voltunk utoljára. Periprava környéke még meglehetősen háboríthatlan, de a Kilia ágon is nagyon szép területeket lehet találni, és hát horgász szempontból még mindig sok csodálatos érték van, elsősorban amiatt, hogy ezeken a területeken kicsit kevesebb lélekszámú település is van, és hát háborítatlanabb maradt, mert az előbbi témákat is tudod, kicsit zárva az ember, ahogy építi a mesterséges környezetét, úgy a természeti környezetet sajnos sokszor helyrehozhatatlanul károsítja. Nekünk nagy tervünk amúgy a Duna Delta, azt már régóta beszélgetjük, és már több ígéretünk van, hogy elmegyünk, elvisznek, segítenek, kicsit guide-olnak majd minket, de még egyelőre nincsen meg a fix időpont, de nagyon vágyunk rá egyébként Ámossal. Egyrészt azt akartam is kérdezni, hogy pergetés miatt is, meg a békés halak miatt is, ti milyen céllal mentetek? Vagy volt egyáltalán cél? Igen, azt mondhatom nyugodtan, hogy inkább a rablóhalak voltak a cél. Valahogy itt az én környezetemben, rám is nagyon fiatal korom óta hisz, ahogy szóba hozzuk, azt tartottuk igazán kihívásnak, ahogy a horgász lett itt a Duna mentén, nagyon sokan nem a békés halat, hanem a ragadozó halat választják, pedig gyönyörű állománya van, csodálatos a ponty is, a dévér is a Dunán, és néha, mert én imádom a vadpontyokat is, amikor a horgon vannak, ezek a 6-8 kilós nyurgák, ezek pazar ellenfelek, meg olyan gyönyörű dévérek is vannak, 2-3 kilósak, hogy a finomabb szerelékkel ő rájuk is horgászni, és azért amióta érzékelhető, hogy nincs a kereskedelmi halászat, ezek a típusú halakból mindenképpen többet lehet találni, de ezt tudom innen a főváros alatti szakaszoktól lefele, minden halgazdálkodótól halljuk, hogy bizony ezekből sok van. Hát nem beszélve az erőművész márnákról, amire szintén passzió szinte horgászni bent a mederbe, megkeresni őket akár partról, mert egyik eredményes nemes hal a partról foghatóság tekintetébe, vagy könnyen fogható. Igen. Sok helyen ugye ez közismert, és finom módszerekkel is, úgyhogy valóságos passziózás tud lenni, egy jó márnázás is. És bizony vannak olyan profik benne, aki úgy megy le, mint beszéltük a rablóhalat is, hogy ő azt mondja, hogy én márnát fogni megyek, és fogja is a márnákat, akár rakósboton, vagy finomságokon. Igen. Mert itt ugye a korlátlan a lehetőség a horgász módszerekbe, éppen attól a faj gazdagság miatt, ami a folyóinkon is van. Igen. A márna az nagy szerelem nekem is. Egyetlen egy márnát fogtam életemben, valószínűleg véletlenül, bár márnázni mentünk, de, az teljesen véletlenül, de véletlenül volt, természetesen. Viszont most voltam a hétvégén sétálni a Dunaparton, ott Ért környékén, illetve ott Nagy Tétény és Ért között, és találtam csodálatos, sóderos, igazi, ilyen kanyarkülső íves, igazi márnás helyet, és találtam gyönyörű szép kövezést, ruganyt. Már ott egyből a könyvedben olvasottak, jutottak eszembe, néztem az elvágó vizet, néztem, hogy hogy foroghat vissza, ilyen kis fakéreggel próbáltam láttatni, hogy hogyan fordul vissza a víz, illetve alatta hogyan forog, úgyhogy majd megyek még vissza oda, és akkor nézegetem, és majd fogok ott, miután a tilalmak elültek, akkor megpróbálok süllőt fogni. Hát én úgy remélem, hogy sikerülni is fog, mert ahogy mondtam, és itt a elbeszélésed alapján jó helyet nézegettél süllőre is. Ezek a haltartó helyek, ez törvényszerű, hogy ott a közelébe kell lennie. Természetesen vannak jellegzetes folyószakaszok a halfajok élőhelyei szempontjából is, amelyik egy-egy halfajra jellemzőek, de itt fent is ragyogóan meg lehet találni. Én a balinokat is nagyon ajánlanám a figyelmetbe, mert itt a különböző szigetek spiccein, végein, vagy akár csak ezeken a kisebb-nagyobb sóderes lapos partokon
hát éppen sokszor végigcsónakázva, mint említettem, mert jó néhányszor nem csak egy-egy napra jövve horgászni, hanem végig utazva rajta láttam, hogy ezek mind nagyon jó balinos helyek, és tavaly nyáron, tavaly előtt nyáron is itt fönt bizony szép élményeink voltak, vagy néha kollégának a vendégeként, barátokkal, Esztergom környékén csodálatos jókat rablóhalasztunk, akár kicsit lejjebb vagy följebb, de a Győr környéki vizek is olyanok, a Dunaágak például, hogy újra érdemes oda kirándulni, mert hosszabb ideig volt, hogy kevésbé volt vele ilyen irányú törődés, mint manapság, és ott is akár a Domolykó, ami egy kicsit méltatlanul alulhorgászott ragadozóhal, pedig káprázatos, ahogy ha jó helyen keressük, amilyen bátor hörpölésekkel követi, mi látjuk meg őt, akkor tanakodik egy kicsit, hogy rávágjon-e, picit zavarja a csónak, nagyosan lerabolom azt a felszíni csalit, gondolja, és hát nagy élményeket nyújt, ez az biztos. És hát nem éppen a Domolykónál, az egész kicsi gyerekkorom sült hala volt csupán, de azért megemlítve, hogy milyen egészséges táplálék, és nem ördögtől való abba is gondolkodni, különösen aki van kinek családhoz hazavinni a zsákmányt néha, hogy a dunai hal is nagyon finom, tiszta ízű lett már a évtizedekkel ezelőttihez képest, kevés olyan szennyeződést kap hál' Isten a folyó, ami esetleg érződhetne a halhúsba, úgyhogy érdemes akár a jó keszekbe, vagy a nemes halakba a konyhai örömökre is gondolni, és nyilván, amit a lehetőségek megengednek, jót jelent, úgy értem finom ételt is, így jó van, ételt, igen. Esetleg hazavinni akár a pontját is a Dunának, mert egészen más, mint a, hát a kapható tavihalat. Ez biztos, ja, nyertem is egy nagyon, mert igen. A minapi harcsapörkölt jutott eszembe. De szeret, de rég ettem, azt kell csinálni hamarosan. Az jutott eszembe még az előző a Dunadeltás sztoriból, hogy ti vissza is jöttetek a csónakokkal, vagy azt kocsival visszahoztatok? Kocsival hoztuk, igen, vissza, illetve hosszabb időre volt is, ami maradt, mert használtuk még abban az évben, de visszajutottak, sőt, hát egymásra rakva két-két hónap utánfutón, de ez a legkevesebb volt a logisztikában, gondot inkább a üzemanyagbeszerzés, mert ezt csak úgy képzeli az ember, hogy 1400 kilométert mentünk, 1450-et, hogy a benzinkutak majd ott állnak a vízparton, nagyon nehéz volt. Igen, sok mindenre kellett gondolni természetesen. Amerikában vannak ilyen helyek, hogy ott a nagy tavaknál, meg a nagyon sok ilyen tavas rész van, hogy ott ténylegesen vannak benzinkutak, meg ilyen, ilyen bevásárlóközpont szerűek van. Múltkor néztem térképen, hogy egy ilyen sziget, ilyen félszigetes rész, de ugye egy nagyon nagy tó, ilyen fodoros parttal, és akkor azt lehet látni, hogy mindenhol vannak ezek az állóhajók meg, de amik tudnak valamit mozogni, és akkor az van, hogy van egy étterem, van egy ABC, meg egy benzinkút. És akkor ott megérkeznek, leorganizoznak, bevásárolnak, és kimennek megint két hétre a vízre. Igen. És azért... Az is egy jó világ lehet amúgy. Próbáltam, hál' Isten. Igen, voltál ilyenem? Igen, jó világ, de onnan indítanám a gondolatot, hogy mennyi mindent kaptam én életemben a horgászattól, vagy a víztől. Hát így a netes lehetőségekkel többek közt egy ilyen megkeresés volt, hogy a lényeget mondom csak így, egy kicsit tömörítve, hogy Kis Ferenc vagyok Kanadából, biztos nem emlékszel rám, én vagyok a szomszéd horgász tanyáról, Bédából, ez a Béda ott lent van, ahol az életem zajlik, ez a magyar határ, a Duna, ahol kifolyik gyakorlatilag Magyarországról. Hát a szomszéd tanyára, meg erre a kisferi édesapjára, aki Kis Ferenc volt, igen, jól emlékeztem, aztán Feri megírta, hogy azért keres, abban az időben halt meg édesapja, elfogyott az összes mohácsi, vagy ide Magyarországra kötődő kapcsolata, és hát fölajánlotta a lényeget, mondom csak, hogy ő egy vízpartján lakik Torontótól északra, Kanadába, és bármikor nagyon szívesen látna, de ő személyesen emlékezett rám, 18-20 éves voltam, ő 14-5, amikor aztán egymás mellett 10 méterre van a két horgásztany, ami minden ősszel barátokkal. Ott töltöttünk egy azóta is tartó horgászt hetet, és a lényeg az, hogy meghívása él, és aztán addig-addig beszélgettünk, hogy én éreztem, és azóta tart ez a oda-vissza kapcsolat, hogy ő meg nagyon szeretne hazajönni, tudta, hogy ott vagyok a vízparton, meg lehetőségek. Hát elmentem hozzá,
egy-két évvel később ugyanoda Torontóba, illetve a lakhelyére, ami Torontó után egy 100 kilométerre északabbra, és a Ferivel csodálatos túrákat onnan egészen föl északra tettünk, vagy négy-öt alkalommal immár Kanadába. Ő pedig újra ugyanarra a régi horgásztanyára jön vissza, illetve hát a dunai horgászat neki meg az egész évben vágyott élménye, ő fogja a legtöbb süllőt, mert hajnalban, mert este, hát úgy értem, hogy az élményei pazarok, amint mondja, főleg a műcsalikat, a wobblereket dobálja reggeltől estig, de visszatérve, annyira vízparton lakik, hogy a csónakházába, ami mellé, vagy amibe beáll a csónakkal, az a kertje végében rajta van egy kúgag, ez a neve indián nyelven, sok indián van még azon a részen, mocsaras vizet jelent, és egy ilyen 60-70 kilométer hosszú tó, aminek a partján lakik, tele süllővel, hát első este már wobblereztem, de ez a voláj, ez az amerikai süllő. A lényeg, hogy süllő, gyönyörű fekete sügérállomány, és mászki, ami ugye, ugye csodás hal, és mellette még sok minden más. No, és hát ugye én is hittem is nem is a jó sorsomnak, hogy hát ki ez a kis Ferenc, meg miért ír nekem így ismeretlenül, és ilyen, olyan barátság lett belőle, hogy Mohácsról, sőt, hát a barátaim közül hármat, négyet már velem együtt vendégül látott, és többször is, mert kialakult az, hogy minden második nap, mikor munkába megy, hívogat, ugye itt már dél van, ott meg reggel, de lényeg az, hogy mi újság, mi jött tegnap este, és úgy tovább. Ő egy kicsit itthon van ezen a vizen, én ott, és átcsodákat éltünk meg ott Kanadában is, különösen fent északon, de amit te említettél, amikor első alkalom, akkor ugye ott csavarogtunk ezen a Skugak vizen, mondta, kiugrunk tankolni. Hát én ugye azt hittem, hogy fogjuk a kannákat, vagy nem is tudom. És akkor bekanyarodtunk egy öbölbe, ahol hát szintén a minden ott volt abszolút a Hawaii Dizsi napfénycsónakos értelemben, és azt se tudtuk, hogy a tankoláson kívül is milyen szolgáltatás, de ott mindenki a vízparton és a víznek él. És a éghajlatuk nagyon hasonló, mint itt nekünk, de északabbra azért ott kicsit komolyabb természeti környezet tekintetében világ volt, és nagyon-nagyon nagyszerű élményeket, horgász élményeket szereztünk. Hát plusz az, amit ugye így emeltem ki, hogy mi mindent kaptam a horgászattól. Gondoljátok el, ő pedig egy másik fiú volt, a Csaba, Floridából is. Ugyanígy egy meghívás, hogy én már nem is emlékeztem a dologra, hogy talán én nem is tudom, de mekkorát segítettem egyszer itthon neki, és ő most, és mondta, hogy hol él a mexikói öböl partján, a legcsodálatosabb amerikai, úgy mondom, hogy jönnek föntről, északról is, mert egy igazi vízi város, kikötőváros, és hát valamivel később elfogadva a meghívását, hát elképesztő jót horgáztunk ott, például a Giant Grouper, amiből 300 kiló felettieket is fogtunk. Jézus! Én is azt mondtam, hogy Jézus Mária, amikor az első kis 100-150... Ez trolling módszerrel? Vagy? Nem, ezeket hallal fogtuk, és képzelj el, egy felfújt cápára is így horgáztunk, luftbalmot, az az úszó, akkor egy 10 méter, de rendesen egy 40 centis átmérőjű, és giant... akkor... Óriás sügér, magyar az a Giant Grouper, eléggé ismert hal, csodálatosan néz ki, nagyon kell rá vigyázni, védett is, mi nem emelgettük be őket, hát elképesztő, mint egy asztal, vagy mint egy hármas szekrény, olyan ilyeneket fogtunk, kijött velünk ez a Csaba barátom is, igen, és Csabán kívül még egy odavalós is srác is, hogy a fizikai segítség miatt hát, ha kell, Csabának a csónakjával. Egyébként én is egy horgász utazásba segítettem, de én már el is felejtettem, csak neki is olyan jó volt Kazaksztán, Éli folyó, meg egyebek, hogy 10 évvel később meghívott bennünket erre, illetve hát engem, de hát én kérdeztem, hogy tálásunkat is állnánk, vagy intéznénk, nem lennénk a terhére, de ha már így segítene, hogy ha jó, aztán hozott egy még nagyobb hajót egy baráttal, amivel kimentünk a nyílt. Hát csodálatos volt, de ilyen halakra horgászni, én az elsőnél, ami nem a... 150 kilós volt az első. Körülbelül annyira tippeltük, de én azt mondtam, hogy én végig szeretném a két hetet horgászni, és ilyen erőpróbákra én már többre nem akarnék. Viszont a már említett válogatott sportoló két méteres röplabdás barátom, aki ereje teljébe pár évecskével fiatalabban is, mint én, hát elképesztő, hogy miket harcolt ezekkel a olyan méretűekkel is, hogy azt mondta az ottani srác is, képzeljétek el, hogy
szó szerint ilyen 60 centi átmérőjűre nyitotta a száját, mint egy vesszőkosár, amiben gyűjtik akármit, és annak a halnak, ez megvan nekem szintén lefilmezve, rászakított horog volt a száján a miénken kívül öt darab, tehát minden horgásznál erősebb volt, vagy voltak olyan lelkiismeretlenek, netán, hogy csak elvágták a zsinort, ha egyáltalán meg tudták fogni, de amíg megszabadítottuk a piercingektől, meg óvatosan el is engedtük, csak úgy oda simítottuk a hajó mellé, és akkor megfogtuk, farokfogó, meg bármi. Tehát vannak eszközök, és a lényeg az, hogy mielőtt visszaengedtük, kiszedtük a szájából a beszakított horgokat, és közben akkorák, mint így a tenyerem, ilyen fehér színű, vagy világos színű rákok élve másztak elő három darab a torkából. Olyan élmény, és ezt én így végig videóztam, annak idején látható is volt tévécsatornán, hogy ez a hatalmas hal, hát milyen élethalálúra lehet ott lent, ezt ki tudja, hogy a... Hát igen, igen, és nagyon komoly ragadozó. Na, a horgászata meg annyi volt, hogy a hatalmas lufi alatt halhúst lehet felkínálni, persze jó erős a szerelés, tehát olyan igazi, hogy félkézzel a spiccet meg se lehet szinte hajlítani, és hát lehet használni az övet bizony, amiben be kell támasztani. Hát 300 kilós halnál gondolom kell is. Kell is, és gondold el, hogy amikor a szírtek közül előúszik, és olyan 10 méteren is, tehát a mélységben, ahol ott a csali, látod, hogy elsötétül körülbelül ott egy folt. Én voltam így ott egyébként cápával is, csak az néhány méteren kapott, és akkor te jó Isten, ez az árnyék lesz a halam, és akkor egyszer csak pács leszakítja az úszóról, és veszi ki a botot a kezedből, vagy a tartóból. Hát és akkor egy nagyon kemény fizikai meccs. De ott Floridában is inkább a makrélák, a spanyol makrélák, meg az egyéb élmények, amire pergettünk apró pilkerekkel, vagy saját kutfőből. Hát igen, csodálatos volt, és a halbőség, meg a tisztasága, meg minden vízre van ott berendezkedve, rengetegen horgásznak, tehát országvilág horgászik azért ott is, meg hát pazar élmények voltak nekem, azok az óriási horgász áruházak is, azok a Best Pro-k. Ez... A Best Pro, én most hallottam róla, pont egy hete körülbelül az egyik kollégám említette, én nem ismertem, és mondta, hogy ő nagyon szeretett volna egy, még azon is gondolkodott, hogy Magyarországon egy ilyet csinálni, de hát gyakorlatilag annyira amerikai, hogy ezt szerintem nem lehet idehozni. Igen. De hogy olyan, majd ezt is belinkeljük, majd neked is megmutatom, Álmos, az egy Disneyland horgászoknak, vagy nem, tehát úgy képzeld el, hogy az álmaidban ilyeneket látsz, elképesztő, olyan dekorral, meg olyan tálalással ezek a csodák, ezek az amerikai jellemző. És nem egy csodák. Van belőle se kettő, mert egyszerűen rengeteg a horgász, meg az ilyen vízi érdeklődésű ember, de ezekben konkrétan a legnagyobb motoros technikáktól, tehát csónakoktól, motoroktól, a ruházaton keresztül, a legapróbb kis forgókig, vagy műtyűrökig, horgászbotok arzenálja, ne is mondjam. Tehát nagy része csak rakodozó, gondolom. Nagyobb része nyilván. Igen, meg úgy is vannak tálalva. Hát a horgászat... Meg tengeri. Igen, mert ha már említettem a Ferit, amikor ledöbbentünk rajta, hogy milyen méretű és mennyi pont is van ebbe a bizonyos tóba, ott körülöttük, mondta, hogy amit tudtunk is, hogy gyakorlatilag ezt nem fogja senki. Igen. Hát nem tekintik halnak sem sportértéket, sem konyhait. Hát azért mi megkóstoltuk, mert olyan csodálatos, egészséges, vörös húsú nyurgapontyok, nyurga mind, és pikkelyes és mind. De úgy higgyétek el, hogy a 20 felüli súlyú teljesen általános, és pillanatok alatt ott az ő stégje körül is, mondta, ez mindenhol ott van, csak keressünk valami gazos területet, megpróbáltuk, elképesztő. Ja, ott volt a pergető botokkal a második pontyos action, mert ugye erre nem gondoltunk, de jó néhány, hát van ilyen félkész filmem is, meg a rendes filmekben is, amiket Kanadában is készítettünk, benne vannak víz alatti képeken, hogy úszkálnak ezek a pontyrajok, nagyon sok van belőle, féltik is tőle a vízüket, kicsit hasonlóan a mi busa helyzetünkhöz, hogy túl sok van, de jól érzi magát, relatív melegek ezek a vizek, rengeteg természetes kajával, igen, és sok növényes búvóhelyen. És ha már a Kanadára kalandoztam egy picit vissza, akkor azért említem, hogy nekem ott horgász sikerként, hát ugye műcsalis horgásznak tartom magam, és hát
minden áron megpróbáltam a felszíni műcsalikat, a poppereket. Ott is, ahol ők azt mondták, hogy hát a maszkit nem lehet így megfogni, mert a legmélyebb részeken tartózkodik, csak nagy műcsali, és egészen mélyen pergetve. Így is csinálják, és jól volt a kérdésed, sleppelve nagyon sokan vagy trollingozva, de lényeg az, hogy hát én mondtam, hogy ezek a vízi gyönyörű, mint itthon a tündérrózsa vagy vízitök, ezek a nagy levelek között, alatt, a mélység csupán három, el tudnám képzelni, no, egy popperrel alig dobálva, egy olyan rekord, hát rekord nem, nekem rekord, meg a barátaim közt is az volt, egy olyan 15 kiló körüli maszkit, amit viszont tényleg be is mutattunk a kanadai filmbe, de azt a csodás kapást, amikor húzod ezt a kicsi poppert, és szétvágja a tökleveleket, és egy csukára nagyon hasonló, hatalmas, tátott, szájas fej egyszer csak leragadja onnan a felszínről azt a csöpp poppert, és utána ott megharcolsz vele a töklevelek között, és akkor, ja Istenem, mikor kézbe fogod, hogy ezt én fogtam, és kicsit remegnek a lábak az ilyentől, és utána azt tetszett még nagyon, Feri egy hétig mondogatta ott az ottani horgászbarátoknak, hogy fogdva a homlokát, hogy nem hiszitek el, popperrel, nem, mert a popper az csak a pisztránk sügér, a nagyszájú sügérek csalija ott, úgyhogy hát azért mutattam egy-két apróságot nekik is, ez úgy jól esett. Erről most az jutott eszembe, hogy mi volt a talán, mondjuk lehet, hogy már említetted, de hogy a legkülönlegesebb hal, amit fogtál? Sok hal, nagyon sok hal emlékezetes. Különlegeset lehetne olyan tekintetbe is mondani, hogy amikor az egyik hal megragadja a másikat például, nagyon nem. Hát most a Kanadáról azonnal az ugrott be, hogy végignéztünk olyant is, ezt nem én fogtam, de nekem is volt ilyen, amit én meg is fogtam, hogy villantózásba, ugye csuka teljesen általános, nem a maszki, hanem a csuka is, a French River, ami fönt van északon, és oda kirándulunk sokat, francia folyóként pillanat alatt megtalálható zegzugos mellékágai vannak, és csodálatos indián vidék, tehát tényleg még inkább őslakost látni, hát már nem olyan körülményekkel, de nincs túl sok lakott település a partján, és ott kalandozgatunk a csónakkal, gyönyörű helyeket találni. No, és ezen a helyen a csuka nagyon általános, és mindig reméltük, hogy nagyon nagyok is vannak. Épp most a Magyar Horgászban meg is említettem ezt a történetet. Az a kis kilós forma csuka, az az apraja, egy olyan kapott egy villantójára a barátomnak, és elhozta a csónakig, egyszer vagy kétszer ki is ugrott, és egyszer csak a csónaktól néhány méterre egy úgy állt meg, mintha beakadt volna. És hát egyszerűen a szemünknek alig hittünk, ahogy megpróbálta feszegetni, kibontakozott a csónaktól olyan 4-5 méterre, és talán egy fél méterrel a felszín alatt egy sosem látott méretű csuka, tehát egy ilyen tényleg 15 kilós, vagy nem is akarok súlyt mondani, de nincs olyan vastag férficomb, amilyen törzse volt ennek a halnak, és keresztbe ott világított az 1 kilós csuka abban a hatalmas fejben, vagy szájban. És képzeljétek el, ahogy néztünk, ugye szinte megdermedve, hogy ezért állt meg a szerelés a kezébe, mert megragadta ez a hatalmas halaszt a kis fickándozó kilósat. Hát nem azt mondom, hogy pillanatok alatt, mert végignéztük, 2-3 forgatással, igazgatással beállította ugye a halat, és elnyelte fejjel előre. Néztünk egymásra, de mivel igen, hát nem Wobbler volt, hanem egy kicsi fém villantó, de a villantóra jött, és hát ugye azon rendes kis hármasorok, és a lényeg az, hogy eltűnt csukástól, mindenestől, és látszott a nyelő mozdulatain, hogy akár a fém előke is veszélybe kerül, mert túl mélyre nyeli. Na hát nem volt mit tenni, bevágott, és fárasztani kezdte a János barátom ezt a halat. Igen, és ez így történt, hogy elrongyolt a csónaktól jó messzire, ott tett még egy-két kört, perec volt végig a bot, fütyült a zsinór, majd kihúzta, egyszer csak megkönnyebbedett, és hozta a kis csukát, ugye alaposan megnyúzva. Hát egyszerűen ki tudta úgy fordítani a szájából, hogy kihúzta a csukát, és egyszerűen csak néztünk egymásra. Az volt a pekünk, hogy a hármas horog mindegyik ága a csukának, teljesen bent volt a kis csukának a szájába, és így nem volt más kontakt, mint hogy ugye tartott. Egy wobblerrel talán meg lett volna. Nekem történt meg ugyanez süllővel is, hogy tapogatás, pici kis hal, mert ugye 20-30 éve még nagyon általános volt, téli időben koppanós rávágás, megvan a süllő, és nemes süllő volt, mint kiderült,
és arra ráfogott egy olyan 8-10 kiló körüli olyan hatalmas fogas, aminek ez a 70-80 dekás tápláléknak számított. A süllő is kannibál egyébként. Igen, ezt olvastam. Bármikor megeszi, csak hogy én föl tudtam teljesen emelni a felszínig, gyönyörűen én nem engedte el, be tudtam szákolni, el tudtam engedni, és egyszerűen olyan csoda volt, hogy egy ilyen hal így elkapja. Aztán, mikor az öreg még élt, a Miki bácsi, akit felemlítettünk, mikor említettem, mindjárt három ugyanilyen sztorit tudott mondani, mikor a csukát, de ezek tények, sőt, a halász múltjából elmesélte azt, hogy milyen keveset tudunk a harcsáról. Számtalanszor a téli időben ők akkor úgy nevezték, hogy eresztőznek, tehát tették le a fenékhorgokat, lent olyan mélységekbe, ugye a fenéken valami kis hal vagy haldarabbal, télen, amikor mennyharra letették, mondta, hogy történt olyan fogása, hogy a sneci darabot a mennyhar rákapott, feltolta az előkén, a mennyharra meg a 22 kilós harcsa kapott úgy rá, hogy a nagyobb horog, ugye a mennyhar és megfogták a 22 kilós harcsát úgy, hogy ott volt a fél kilós mennyhal, és még a csali darab is feltolta, ahogy a halásznyelv mondta, a patonyon, mert úgy nevezték az előkét, és hát én ezeket persze mindig tanúságként jegyeztem meg, és hát a harcsa is például az, hogy alig-alig melegszik valamit a víz, már lehet látni a harcsázók, ilyenkor is megfogják, tehát az a fajta, hogy majd valamikor a meleg tavaszban, az bennem is nagyon hamar szertefosztott annak idején, mikor harcsáztam, mert ahogy elengedte a jég a vizeket, abban az időben elég gyakran azért a tavak fagytak, már jó eséllyel lehetett rájuk hát kopogtatni és próbálkozni. Egyszerűen nagyon gyorsan megmozdulnak, folyóvízen meg különösen, és ilyen március környékén már foghatóak is. Egyébként ott lent nálunk, és egy picit rátérnék, csak annyiban említeném a horgászati célú hallgazdálkodást, ahol úgy mondom, hogy már mi horgászok határozhatjuk meg a rendet, ott elég szigorú tilalommal, mi a téli hónapokban elviteli tilalommal is védjük a harcsát, de március 1-től természetesen már újra fogható. Egyébként december, január, februárban, éppen azért, mert elég sokszor akadhat kívülről is, ha olyan helyen vagyunk, ahol tömegében van, és a horgászok nagy többsége javaslatára ezzel is védjük, mert az országos rend szerint ennél szigorúbb a mi szabályunk, mint a rend, nem lenne kötelező. Így viszont szép és erős harcsa állomány is van, hogy őt is úgy kezeljük, hogy nem ellenség a többi halhoz, hanem része annak a szisztémának, ami jó, ha egészségesen ott van a vízben. Igen. Egyébként ugye te azért nagyon közel vagy a tűzhöz így szabályozói szempontból is, és meg régóta. Az jutott eszembe, hogy az előző adásban beszélgettünk arról, hogy a tilalom maga mit jelent, és pont most olvastam valahol, hogy van, ahol elviteli tilalom van. Ezek a fajlagos tilalmi időszakokban nem arról van szó, hogy nem mehetek kipergetni mondjuk március elején, hanem arról van szó, hogy ha csüllőt, balint, bármi olyasmit fogok, ami akkor tilalom alatt van, akkor azt nyilván nem vihetem el, és kíméletesen vissza kell engednem. Ugye ezt jól tudom? Vagy nem is mehetek kipergetni? Jól. Hát nézd, etikus horgász azért nem megy kipergetni, mert visszakérdezek, ha csak nem olyan vizen, ahol van más hal is. Március elején a süllőre, a csukára, a balinra, csak így hirtelen elmondtam, tilalom van. Igen. Átlagos pergető, átlagos vizen ezt tudná megfogni. Aha. Roppant kevés az esély, hogy mondjuk és a csapósüggel is már tilalommal is védett, de hogy olyan halat tudnál fogni, amit esetleg lehet. Egyébként hát nyilván elviteli tilalom az, ami gyakorlatilag írottan is ott van, de vannak vizek, éppen hát példákat nem is akarok mondani, de már egyre többen levédenek egy-két hónapot, zárt vizeket főleg, úgy, hogy hirdetik, és úgy vásárolható rá a területi engedély, ennek tükrében, hogy pergetést bizonyos hónapokban tilt, mert józan ész szerint nincs, ami az élvezetér, hogy így mondjam, nem megyünk összeszurkálni a halakat, van, hogy nagyon közérthető legyen. Pláne hívási időszakban. Igen, de jogos a kérdésed. És ha már ilyesmit említek, egyetlen egy cél van mindenképpen, a természeti adottságokat természetesen figyelembe véve, hogy melyik vízen milyen hal dominancia legyen lehetőség szerint, de akár magával a telepítésekkel, vagy az élőhely fejlesztésekkel, hogy minél több hal legyen lehetőség szerint, és minél több horgász. Tehát igyekszünk ezekkel a tilalmakkal, ha mondod, hogy kicsit közelebb a tűzhöz, mindig logikusan, mindig a horgászok véleményét is, nem a esetleg néhány főjét, hanem a többség véleményét meghallgatva úgy kialakítani a szabályokat,
hogy az valóban a halat a fenntarthatóság szempontjából is védje, de adjon azért lehetőséget mindig innél több horgászatra, akár beleértve ismét mondom a finom felhasználási területet is, hisz a halnál, az egészséges halnál jobb táplálék, egészségesebb kevés van, vagy kevés lehet. De tudod, ha így picit említve van, annyi mindent kaptam a vizektől életemben horgászattól, és a felkéréseket nem csak az ilyen szakmai dologra, illetve a, hát hogy is mondjam, úgy cserkészett be engem kicsit a horgász közélet is, hogy észre se vettem, és azért mondtam itt-ott igent egy-két dologra, mert egyszerűen úgy éreztem, hogy ha tudok, akkor hadd adjak vissza valamit, és ez csak egy hosszabb gondolat. Nagyon-nagyon fiatalon, 23-4-5 évesen a saját horgász egyesületem, mert ugye 14 éves korom óta vagyok, úgymond tervezett horgász, gimnázium első osztály, és akkor már mentünk nagy öntudattal váltani az engedélyeket, addig csak rapsickodás volt azokban, és 10 év körül. Nem volt nekem senki a családban, aki horgászott és vitt volna. Aha. Ez a gyerekkorhoz hozzátartozik, mégis néhány éves koromtól csak a vizek, meg csak a halak. De lényeg az, hogy úgy adódott, hogy felkért az egyesület, hogy a gyerekekkel valami gyerektábor, hát ebből az lett, hogy először csak az egyesület, szépen megcsináltuk a feleségemmel, nekünk is a pici gyerekek a táborokkal együtt, ugye horgászott a fiam is, a lányom is, ahogy cseperedtek, és akkor ezek mellett, de akkor a megyei tábort is, mert hogy a gyerekek, és képzeljétek el azokból a táborokból, néha nézem, hogy jó, Istenem, hát milyen idős ember vagy, honnan ismer, és jaj, Karcsi bácsi, leszólítanak, hogy emlékszik abba a táborba, hát én vagyok a, mondja, egy rendőrtiszt a minap, vagy stb. Hát dehogy emlékszem így arcra a 10 éves gyerekre, de mindenkinek örök élmény, mert igyekeztünk akár a Dunaparton, akár Tavakpartján voltak ezek a táborok. Azon kaptam magam, hogy aztán a úgynevezett országos ifjúsági szakbizottság országos táborai is, és azért elég, hát úgy mondom, hogy nem büszkén, de jó szívvel mondom, hogy ez mind társadalmi munka volt. Voltak évek, hogy 3-4 tábort is csináltunk, ami képzeljétek el 4x7 nap, majd hetes volt, majdnem egy hónapot a gyerekekkel, 20 éves koromtól. És most nem mondom, hogy hol tartok, de még mindig az utóbbi, legutóbbi 1-2 évig még mindig a táborok. Volt, hogy egyszer összeszámoltam 2 évet, ha minden napot számolok, a gyerekekkel töltöttem, és mind csodálatos volt. Mindenhol a gyerekek horgászni akarnak, jól érzik magukat, és hát hangot találok velük. Aztán ugyanígy adódott, hogy a nem kicsi egyesületünk otthon Pécset, kicsit a fiatalítás, kicsit, mert ugye ott voltunk ez az ifjúsági munka miatt, egyesületi elnök lettem, azt se tudom, akkor már, hogy tényleg hirtelen milyen bizalomból, de úgy gondolom, hogy jól csináltuk azt is, amit csináltunk, mert picit úgy, hogy hadd fiatalítsunk ott is, mert ezek társadalmi munkák, abszolút akkor a megyei szövetség, ami az 13 évvel ezelőtt, és már kifele megyek belőle, mert megfogadtam, hogy azért hadd jöjjenek a fiatalok már az első ciklus óta, de a lényeg az, hogy, és ezt elég örömmel mondhatom, mert nagyon sok vízen gazdálkodva, és szép, hát úgy mondom, eredményeket tudva, hogy sokkal több horgászunk van otthon Baranyában is. A megyei elnökség is úgy jött, hogy hát ugye jössz, és akkor egy-két olyan kollega, hogy ha kellenek a fiatalok, én az 50 évemmel fiatalnak számítottam, vagy 50-esnek, mert tényleg annyira leértékelődött a mai világba, úgymond az a társadalmi munka, vagy az együttléteknek a tudjátok, ami azelőtt egy kicsit több volt. Ebben a mai világban úgy a fiataloknál, gyerekeknél nagyon nagy a rohanás, és kevés tisztelet a kivételnek, az a klasszikusabb, hogy legyünk együtt, hát abban az időszakban, amikor fiatal voltam, tényleg a horgász báloktól kezdve ezerféle rendezvény volt, tisztel ennyien jöttek egy hulladékgyűjtésre a környezetünkbe, ha vizek partját tisztogattuk, stb. De a lényeg az, hogy, és akkor ezután még volt egy országos tisztség is, amit elfogadtam, és azt gondolom, és ez az árul is a gondolat, hogyha az eredményekre, amit nem csak én tartok annak, de visszagondolunk, hogy amikor ezt a legutóbbit is az országos szövetségbe tisztséget vállaltam, akkor 300 000 horgász körül jeleztük és jegyeztük a horgász létszámot, és gazdálkodását is, eredményeit is tekintve értem az alatt, hogy megkaphattuk horgászati céllal gazdálkodni a természetes vizeket, és csak nem 800 000 horgásznak van ma már érvényesített horgászigazolványa,
akkor vélhetően van értelme az ilyen munkának, de ez mellett én ezt mindig tisztességből úgy érzem, hogy képességeimhez képest igyekeztem jól csinálni, és kizárólag azért, hogy minél több horgásznak minél jobb körülményei legyenek. Tehát ez irányított igen. Semmiféle egyéb, hogy tisztséget szerettem volna önmagáért vállalni. Igen, és ez egyébként érezhető is, azért mi tényleg az elmúlt 10 évben kezdtünk el intenzívebben horgászni, és érezhető, hogy sokkal jobbak a körülmények. Azt akartam kérdezni, hogy például a Duna, vagy a Tiszát tekintve is nőtt, vagy sűrűsödött a halállomány, vagy nőtt a halsűrűség, így akartam mondani. Én gyakorló horgászként ezt tudom mondani, hogy mindenképpen érzékelhetően, nem összetévesztendő persze, amikor még nem volt annyira érzékelhető a 30-20, hát inkább 30-40 évvel ezelőtt, amikor több volt még a természetes állapot, és hát mindenki megkapaszkodhat, de kimondom, nem fogytak el ennyire a halas élőhelyek, a szaporító helyek és a nevelkedő helyek, de sajnos a foggazdálkodás szó, azt nagyon jól tudják a szakemberek, azért olyan ismert manapság, mert irgalmatlan nagy szükség lenne rá, hogy azokat az öntésterületeket, ahol a fokok egyre elérhetetlenebbek a vizeknek, újra élesztük és engedjük be a vizet, mert rengeteg olyan terület száraz ma már, ahol az én gyerekkoromban különösen mind-mind hatalmas halbölcsők voltak. Süllyed a meder, éppen a leszabályozás miatt, és töltődnek fel a fokok. Ez a drámaibb oka a halfogyatkozásnak. Egyébként a drávával kapcsolatban is olvastam erről a medersüllyedésről is, hogy ott is ez egy ilyen látható történet. Igen. Guti Gábor kutatta, és én meglehetősen felkaptam a fejem arra, amit személyesen is mondott nekem, hogy tudott dolog, a évenkénti 1-2 centiméteres medersüllyedése az elmúlt évtizedben a Dunának mindenképpen. Igen. Minden megkívottunk, az van egy kérdés, hogy és beszéltünk többször arról, hogy ha már megfújjuk azt a halat, akkor ezt kóstoljuk is meg, mert tényleg jó ízű halaink vannak, hogy melyik a kedvenc horgász ételed? Hú, rám ragasztották, könnyű válaszolni rá, mert annyira ízlett egyszer a társaságnak, hogy sütöttem Andrejszky Zolinál is, aki elég közismert a horgász ételek tekintetében, és ez pedig a füstölt szalonnás, kicsit fokhagymás, bokorféle, mondhatom így, mert a barátok is ezt szokták. Tehát az a nagyon egyszerű süllő recept, ugye, ami a tepsi méretű süllőknek, és egyszerű elmondani is, de aztán szeretem a komplikáltabb főzést is, tehát az a süllő, azt mondom, hogy ez az úgymond kedvenc, mindenkinek ízleni szokott, ami nem írdalás természetesen, hanem úgy centinként egy-egy bevagdosás azért van, hogy szépen lehessen dekorálni. Ezt a süllőt a tisztítás után, ezek, hát úgy mondom, hogy a tepsi méret, amit 2-3-at egyszerre, ha az ember egészben megsüt, úgy kell elképzelni, annyi a receptje, jaj, összefutott a számba egy pillanatra, tehát úgy kell elképzelni, hogy csak a sózás, és utána ezekbe a centinkénti bemetszésekbe, amit az oldalán végigviszünk, bocsánat, de a füstölt szalonnát is, ahogy látom szinte magam előtt, hogy ezt befűzögetjük úgy minden második, harmadikba mindenképpen legyen, karésszerűen kicsit feláll a süllőn, és a megmaradt szabad kb. Egy harmadnyi helyen pedig nagyon vékony fokhagyma karikákat, szeletkéket szoktunk betűzni, azt az a jó, hogyha úgy nagyjából ellepi az a kis hasadék, amit ugye az oldalán csinálunk, ne pörkölődjék esetleg túlságosan rá, és akkor innentől csak a tepsié a szerep. Ez nagyon szerencsésen akkora szokott kicsit úgy kiszáradni, megpöndörödni, rápirulni a szalonna, és ha finom füstölt szalonna, nem kell sok, vékonykák ezek a szeletek, de lényeg az, hogy egyszerre készül el a süllővel, lehet picit cifrázni, hogy eligazítani a süllő formáját, kicsit megemelni, és semmit, vagy esetleg egy kis citromot, ezt úgy, ahogy van, kitesszük a tárra, egyik felét a gerincről egyik oldalon, le lehet a más, igen, és néhány személynek, ez a fiatal koromba, társaságba, hát illetve sokkal fiatalabban, mint most, az egyik olyan háziasszonynak ízlett nagyon, aki egyébként jó halas recepteket csinál, és akkor úgy rajtam maradt, hogy amikor úgy összejárogattunk, akkor lehetőleg, mert ugye másnál meg kevesebb süllő jutott az asztalra, nekem meg jó feladat volt, hogy be kell szerezni, és akkor ez volt. De ha receptet kérdezel, nekem illik, hogy mondjam, ami nálunk, és ezt érthetem főleg Bajára, Mohácsra, de a vízparti déli
területek halfőzőire, természetesen az az igazi bajainak mondott, de ez pont ugyanilyen Mohácson, pont ugyanilyen kicsit feljebb is még, ahol tudjuk, hogy mi az a csodálatos házi paprika. Igen. Ízre, illatra, szagra, festésre, porszerű finomságra őrölve, ami eltűnik a kész halászlébe a kanálba, semmiképpen nem maradjon egy kis téglás törmelék vagy ilyesmi, úgy fessen, mint a vér vagy mint a festék, olyan íze legyen, amilyen csak ott lehet a paprikának a sok napsütéstől ezeken a déli tájainkon, jó ízű hallal, többféle hallal, és már más nem is nagyon kell, mint a hagyma, és egy egyszerűen bátran, zubogtatva, szabad tűzön, és ezt a halászlét még mindenképpen szerettem volna megemlíteni. Igen, ezt, ennek a halászlének én vagyok az egyik nagykövete a műsorban, mert, igen. Mert én mindig a Jesek családról szoktam rendelni, de a bezdáni csárdától kezdve, tehát elég sok jó, az a régió, az nekem jövőre lesz pár túrán motorral ezekben az irányokban célirányosan. Paprikát ne felejtsd majd ott, azt mindenképp hoz, mert én már kinéztem a hozzávaló bográcsot, ugye, ami felfelé szűkülő bogrács. Igen, azt lehet rázintgatni, ahogy igen. kell, mert a halat nem törjük, igen, de igen. ezeket az evidenciákat, meg a lobogótüzet nem is említem, de látom, értő emberekkel beszélünk, mert az érsek család, de én bátyáik, kalocsáik, igen, és nem akarom igen. sorolni, ott mindenki tudja, hogy mi ez. Ettől csodásak a kakaspörköltek, a harcsapörköltek, igen. vagy egyáltalán az ételek. Közelmúltban volt szerencsém Szél Tamás műsorába is, ő is horgász. Meggyőződni róla, illetve már régebben is, hogy Tamás is ezeket az alapvetéseket abszolút támogatja és tudja, amikor halas ételekről van szó. És nem véletlen, hogy az a vidék, ez ilyen paprikákat tud termelni, és ide bizony a nagyhírű pikec, vagy amit említesz, igen. a határ túlsó széle is abszolút beletartozik, és igen nagy öröm, hogy most már jó halászlét sok fele lehet enni. Hát igen. De időnk végéhez értünk, sajnos, úgyhogy hát nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy időt szántál ránk, és elmondtad nekünk ezt a nagyon sok érdekes és sokszor irigylésre mértő sztorit, úgyhogy reméljük, hogy még lesz alkalmunk beszélgetni, addig is pedig minden jót és sok szép fogást kívánunk. Köszönöm szépen a meghívást is, a lehetőséget, mindenkinek görbüljön. Köszönjük, sziasztok! Sziasztok. Ez volt a Parti Arcok Podcast Pásztor Viktorral és Sörös Álmossal. További tartalmakért és epizódokért csatlakozz a zárt Facebook csoportunkhoz, keresd minket Spotify-on, az Apple és Google Podcast appokban, SoundCloud-on és a Fisindán. 2 hét múlva újabb epizóddal jelentkezünk.